Sziasztok, sziasztok, én Szepi vagyok, és egyedül vagyok. Na, nagy betegségembe, halljátok a hangomon is, eléggé szarú vagyok, de akartátok, hogy csináljam meg a Halloween-t, úgyhogy én most megcsinálom, csak közben elfogadom a barátnőmet, figyeld most 478, elfogadom, már 486. Na, azt mondtátok, hogy meg kell venni a butikban a izét. Veszi, ugye? Veszi, jó van. Meg kell venni a gyűrűt, valami Halloween izét, vagy mi a szar. Várjál, nem az, ahol azt mondta, ékszerbolt, nem itt? A különleges 2011-es Halloween. Megveszük, 100 akciópontnak kerül, és akkor így lehet aktiválni azt a izét. Be kell menni a városba. Azt akkor izé, nem így. Lakásod, azt fel kell venni a gyűrűt. Tudod, mint a izébe. Mi az ékszer, nyakláncok? Na hát az imázi. Kiegészítők. Értem. Értem, de hol a gyűrű? Ne? Fasza. Táskába van. Ez mi? Értem. De... What? Hát de hol van? Hát de nem volt ott a gyűrű. Ahi már. Hol volt? Mit kell csinálni? Vedd meg a gyűrűt, menj vissza a szobába, és vedd föl. Hogy? Mi az? Vedd föl. Vedd föl a gyűrűt. Egy gyűrű, mint... Lakásom. Hol van? Kacottaim. Egyik se. Akkor mi van még? Gyűrűim. Itt van. És akkor fehér agyar meg a izé. Nem? Csak egyet lehet. Teljesen üres a gimi. Mondjuk fura ötlet volt éjszaka ide jönni. Na muszáj elmennem a szekrényemhez a jegyzeteimért. Holnap dolgozat. Jézus, mi volt ez? Hol kerültem? Egyáltalán nem ismersz helyet. Biztos álmodom. Szia! Már bezárok pár izényt. Jézus, de megijesztettél. Ne vágj ilyen képeket, üdvözöllek a Halloween-i külön epizódban. Különleges epizód. Ebben az epizódban nem lesz szükséged akciópontokra, kivételesen ingyenesek a helyi választások. Ó, ez szuper. Aha, de azért 100-ba kerül csak az, hogy felhúztam az izémre, azt lehet, hogy nem is fogok annyit lépni, hogy kijöjjön a 100, szóval nagy fajl az egész. Nem fogsz találkozni egyetlen gimi barátoddal se, de különleges Halloween hangulatú környezetben lehetsz, ahol az érdekes srácokat is mégis... Ha összejövök vele, az kihat a többi sráccal fenntartó kapcsolat? Nem. Ez olyan, mint a megszokott karaktereddel egy másik független játékban játszanál. Használd ki a lehetőséget, minden világos? Ja. Szuper. Jaj, majdnem elfelejtettem. A helyváltoztatásért tehát nem kell fizetned, a teendőid sem lesznek ebben az epizód. Egyedül kell körülnézni, és rájön, mit csinálhatnál. Akkor hajrá, jó játékot. Ez már furcsa. Teljesen magadra vagy utalva. Jó van, oké. De még kell odaírni, hogy nulla akciópont. Inkább jó körbenézek, nehogy a... Lukás. Mi? Doktor. Mary. A végén megtalálom a saját síromat, vagy valamilyen epic dolgok. Jó. Elég barátságtalan ez a hely, sok sírkő van itt, szinte az összes halálozási év 1958-1960. A születési dátumok viszont teljesen különböznek. Kíváncsi vagyok, mi történhetett itt. John Wald. Nem Ramon. 1880. Mindenki megdöglött. Még soha nem jártam ilyen bajós hangulatú erdőben, de a hangot se hallani. Messzebb van az ösvény is, de inkább nem megyek oda. Nem tudom, mekkora lehet az erdő, de nem szeretnék eltévedni. Ennyi. Gondozatlan sírkövek. Itt már voltunk. Ennyi. Ennyi volt az egész játék. Nem, ennyi volt.
Itt megegyeznek a halálozási dátumok. Egyes sírkövek nagyon rossz állapotban vannak, alig tudom elolvasni a neveket. A háttérben látható kastély elég félelmetes, olyan, mintha évszázadok óta nem élne benne senki. Hát már nem is él benne senki, drágoságom. Jó van. Hé, szia! Ez most mi? Őszi. Várjál, remélem nem visszhangzok. Mondjuk azt hallanám. Jó, nem. What? Jó, nem. Á, ilyettem, hogy majdnem hátraestem. Jó, ne haragudj, nem akartalak megijeszteni. Egy beszélő, de nem én. Mit csinálsz itt? Évszázadok óta nem láttam erre senkit. Nem tudom, a suliban voltam, és ezt csak itt találtam magam évszázadok óta. Te magasságos. Ez fura. Ami fura, az inkább az, hogy egy denevér beszéljek. Remélem nem félsz, elég sötét múltja van ennek a helynek, és az évszázadok óta nyomasztóvá vált itt a hangulat. Gondolom ez nem túl magányos szám, megnyugtató számodra. Hát igen, mindenütt sírkövek vannak, és minden rossz állapotban van. Ennek az az oka, hogy a lenti faluban járvány pusztított, és mivel elég elszigetelt településről van szó, senki nem jött a lakók segítségére, nem volt egyetlen túlélő sem. Ez azt hiszem 1958-ban volt. Akkor ezért van, hogy a halálozási dátumok mind 1958-ból körüliek. Rajtam kívül nem maradt senki, aki gondozhatna a sírokat, én viszont a kicsi szárnyaimmal nem megyek sokra, túl sokba belőlük. Amit a szárnyaidból? Csak egy sírkő van, amely minden nem rendben van téve. Az jó mondat volt, Szöbi. A Mária Magdolnái egy eldugott helyen van, kicsit félelmetes, de nyugalmas itt egyben. Én nem láttam, ha csak nem erdőről van szó, egy kicsit messzebb. Igen, arra van, Mária Magdolnát kicsit messzebb temették el, mert már nem volt hely a temetőben. Ó, értem, megyek és megnézem közelebbről. Már is elmész? Ó, nézd majd vissza, ha épp nem lesz más dolgod. Rendben, egy denevérrel beszélgettem. Tudja, hogy elmondom. What? Kislányok hangját hallom. Na. Végül ide jöttem, de tényleg csak egy sírkőben indul a denevér, ahogy mondta. Mária Magdolna, 1943. A többivel ellentétben elég jó állapotban van, a halálos dátuma pedig 60, lehet, hogy túlélte a járvány. Szomorú, ugye? Mindig sírhatnék valamikor idejövök. Á, ne csináld ezt még egyszer, megjesztesz itt a semmiből. Ne haragudj, de mondtad, hogy megnézed Mária sírját, és gondoltam, eljövök utánad. Nem érkeztem, mi a neved? Szefi vagyok. Az én nevem Black. Örvendek a találkozásnak, nem szeretek itt lenni, az a sírhely sokkal szomorúbb, mint a többi. Nem szeretné visszajönni a temetőbe? De, én is szomorú leszek, ha ránézek erre a sírra, mintha Mária valami közeli barát lett volna, aki túl hamar elhunyt. What the? What? What? Jó, menjünk vissza. Menjünk a sírkövekhez, igaz? Még... Tudtad, hogy Mária Magdolna halálának különleges története van? Ó, tényleg? Látod azt a kastélyt? Mária udvarlójáé volt, aki a lány megbetegése után azonnal elindult, hogy az országot, mi? Orvosságot keressen a környező vidéken. Az egyetlen megoldás, amit talált, hogy a vámpírá változik, a vámpír ugyanis halhatatlanok. Vámpírok? De Mária Magdolna túl gyenge volt, hogy után utazzon, ezért az udvarlója egyedül ment el, és valami vámpír harapásával átváltozzon, majd átváltoztassa a kedvesét is, de sajnos későn érkezett. Most komolyan vámpírokról beszélgetünk. Mária tovább bírta a betegséget, mint a többiek, és ha barátai a nagyobb, hamarabb hazaének. Mi van? Mi az, hogy hamarabb, nagyobb? Akkor még találkozhattuk volna. Szomorú történet. Találkozhattak. Azt akarod nekem mondani, hogy egy vámpír él itt? Igen, de nem gonosz, postában nincs túl jól. Gyakran ellátogat a szerelme sírjához, oda mehetné hozzá. Nem, inkább nem, a végén még megesz. Dehogy, szerelmes volt egy lányba, úgyhogy nem támad emberekre, régóta egyedül van, úgyhogy biztos örülne, ha végre találkozna valakivel. Oké, hol találom? Csak egy állam. Ha bántanak, úgyis felébredek. Aha, szpekhalsz a gecibe. Legtöbbször Mária sírjánál van, a legtöbb biztos elment tenni. Az előbb biztos elment tenni, azért nem találtuk ott. Remélem eleget evett. Mi az a poén? Poén, Peti. Nincs itt senki, visszamegyek. Mit csinálsz te itt? Jaj, hát itt van, nem hallottam, hogy jön, és még nem is evett ész. Nem vette észre a közelséget. Kérdeztem valamit. Én nem tudom, miért nem kerültem ide, Black tanácsolta, nézzek körül errefelé.
Mi a neved? Steffi vagyok. Nyugodtan különítottam, mi kirász tőle hideg. Dimitri a nevem. Örvendek. Mi a vércsoportod? What? Nem adok ilyen információt bárkinek. Illatáról még tudom állapítani. Az illatáról? Jaj. Amikor visszajöttem ide, ismétletlen szagot éreztem, nem az első alkalom, hogy ellátogatsz ez a sírhoz, ugye? Valóban nem, ne haragudj, nem akartak zavarni. Amíg nem jut semmihez, addig nincs baj. Mária örült volna, ha meglátogatják. Bánatosan néz ki a sírkövek. Ön igazi vámpír? Tessék? Azt akarom mondani, igazi vámpír, akinek fénylik a bőre a napom? Hú, ez nagyon utalás! Atyáma! Ez jó poém volt! Akarom mondani, igazi vámpír, aki vérrel táplálkozik? Akarom mondani, igazi vámpír, aki fél a fokhagymától? Attól megijednél? Igen, egy kicsit nem túl megnyugtató, ha egy szörny áll szemben az embere. Nagyon, egy csomó vámpírfilmet láttam már, és mind szörnyűek volt. Egyáltalán nem, mint ha unatkozik, de most már nem kell. Nem ennyien nem foglak bántani. Ok. Válaszul a kérdésedre. Igen, vámpír vagyok. Az egyetlen, aki itt maradt. Megígértem a kedvesemnek, hogy soha nem támadok embere, és ma még tartom ehhez az ígéret az otthonom. Kizárólag erdő állatainak vérével táplálkozom. Hú, akkor nem gonosz. A kedvesed Mária? Övi ez a sír? Igen, hasonlítasz rá. Na hát azért nem bízom, hogy ilyen borosdai vannak a kis Máriának. Vagy ha igen, akkor... What? Ismét szóval néz a sírra. Egyedül hagynálak kicsit, kérlek. Igen, persze, örülök, hogy találkozunk. Jó van, takarodj el. Kíváncsi vagyok, mi volt a baj. Lehet, hogy elszomorod. Ez volt a barátnő, hinnél beszéltünk, vagy valami más? Megkérdezhetném Blacket, hogy szerinted tehetnék-e valamit Dimitriért? Nem tehet semmit, baszd meg. Meghoz és meghoz. Na, találkoztál vámpira? Igen, nagyon megijesztett, de végül nem tűnt gonosznak. Mondtam én, de nincs túl jó. Ó, biztos éhes, így, hogy csak az állatok vérét fogyasztja, nem túl kiegyensúlyozott a táplálkozásra. Nem egyszerű az neki. Jó lenne, ha tehetnék érte valamit. Elkaphatnál például egy kisebb állatot. Hogy aztán odaadjam neki, nem tudom, hogy meg tudom-e csinálni. A lényeg, hogy megpróbálod. Elkapni egy állatot, remélem nem túl félelmetes az erdő lakói. Jó, akkor én bemegyek és ellopok egy állatot. Most mit kell csinálni? Nincs itt. Gyere vissza! Ott van. Megütöttem a macskát. Ennyi? Egy cicát adok oda neki. Nem az, hogy valami disznót vagy medvét, nem, neki macska kell. Találtam egy macskát, ami szerintem jó lenne neki, de sajnálom a szegény kis cicát. Alosnak tűnik, szó nélkül hagyta, hogy elkapjam. Hát azt mi van akkor? Látom, hogy itt ott van a sír közelében. Odaadom neki a cicát. Gyerünk, úgysem lenne neki elegendő. Mit csinálsz? Tessék, ezt neked hoztam, Blackszint éhes vagy, úgyhogy elkapta egy állatot, hogy elvid a biztos halálba? Én csak neked akartam jót. Egy cica. Ez úgysem lett volna elég tápláló, nem szeretem, ha mindenféle dolgokat idehoznak nekem, egyről is elbaldagulok. Azt hittem, tudok nektek segíteni. Neked. Méltányolom a szándékodat, bár azt gondoltam, nagyobb szíved van ennél. Elengedem a cicát. Még egyszer megkérlek, hogy egyedül ígéretet tettem, és nem szeretnék megtámadni egy embert, akinek ennyire jó illata van, mint neked. Ó, azt persze használok. Persze, már megyek is. Amúgy nem használok a spice, én szart használok. Látod, direkt azért készítettem ide. Tudod mit, be is fújja magam. Hát, ha izé. Mik ezek a hangok? Ez az. Csodálatos, hogy a franciák feltalálták a parfümöt, ha ne kelljen fürdeni. Hogy tud? De olyan durva, hogyha itt hallom, hogy a kislány ott kint ordibál, hogy Bence. Szóval Bence ideje lenne. Not bad girl. Hogy jutok innen hozzá? Nagyon szomorúak ezek a sírok. Senki nem foglalkozik velük. Keresek néhány virágot, és feldíszítem velük azt a három sírkövet. Három világsorra lesz szükségem. El is kezdem az elsőt, miközben azt is kiderítem, hogyan juthatok haza. Na ide figyelj kis. Mit csinálsz? A virágot keresik a sírokra. Ó, egy nagyon kedves tőle. Kutogolj meg, te fasz fogit. Ennyi kettő elég? Három kell gondolom. Ha már három sírkőről van szó, akkor már három sírkő legyen már itt, akkor már nem zsigazom, 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 zsigazom. Hát ott van.
Nagyon jó vagyok. Meg is van az első csokorni való. Lerakom az első csokrot az első sír elé. Már is jó, most jöhet a második. What? Ja? Bocsássál meg, hogy itt szenvedek. Annyira kimagasló, hülye vagyok. Megvan a második csokorra való. Lerakom a másodikra, egyre jobb. Tindit, tindindit, tindindit, tindindit. Ott van egy. Patta, patta, pandigi. Bári, búri, bambit. Budapesten boldog én. Lerakom az utolsót. Kész. Remélem, hogy a sírhelyek lakói most már boldogok, ott vannak. Kedves, amit tettél. Megijesztettél? Azt hittem, egyedül akarsz maradni. Láttam, hogy oda-vissza járkálsz Mária síre közelében, és kíváncsi lettem, mit csinálsz. Ő is hasonlóan cselekedett volna. Tényleg nagyon hasonlítasz rá. Ő Máriáról beszélsz? Igen, rendkívül kedves lány volt, és ha látná, mi lett ebből a helyből, nagyon szomorú lenne. Ő is biztos megpróbált volna felélénkíteni ezt a temetőt. Nagyon hiányzik neked, ugye? Mi az a fej neki? Persze, szerintem azok, akik itt hagynak minket, nem szeretnék, hogy azzal töltsük az életüket, hogy sírunk utánuk. De te mégis azt csinálod. Gondolom a sírját, hogy megőrizze egy emlékét, de azért kihasználom azt is, hogy halhatatlan vagyok. Akkor nem vagy egyedül? Még nem találtam se férfi, se női társakat. Aha, tehát meleg vagy. Szerintem a régebbi én vagyok egyedül vámpír, de várom, hogy végre jöjjön valaki, akinek van kedve itt maradni. Szeretne dönteni a végén, hogy itt, hogy vámpír leszel vele, és vele leéled az életed, de akkor nem lenne több epizód. Vagy visszautasítod, és akkor visszakerülni a sulibe, és akkor folytatom az élet. Na, az azért durva lenne, öcsém. Az azért durva. Még nem talál... Ja, igen. Velem jössz, szeretnék adni neked valami köszönőként, amiért derűsebbé tettem a temetőt. Oké. Derűsebbé tettem a temetőt. Hova megyünk amúgy? Hiszt is mi. Ennyi már ez a kastély, vár meg itt, keresek neked valamit. Ok, várok. Milyen flagben? Ok. Úgy utálom, hogyha írják nekem, hogy ok. Nem oké, vagy okés, vagy oksi, vagy valami becézget is. Ok. Figyelj, én szeretlek. Ok. Dimitri elment, majd néhány percek, és visszajött. Nem nagy dolog, de szeretném, ha tiéd lenne ez a ruha, ahelyett, hogy itt porosodik. Ide adott egy ruhát, és néhány kiegészítőt. Az igen, az a jó, oké. Én Mátor grófnő vagyok. Jó van. Rá is kell kattolni néha. És milyen jól áll rajta az a ilyen detektív vizé. Oh, kell ez a fűző. Nagyon jól áll. Köszönöm, ez gyönyörű tényleg. Gyönyörű tényleg. Örülök, sajnálom, szerettem volna tovább maradni veled, de mennem kell. Gyere vissza később, kéni szeretnék tőled valamit. Aha, bújjak ágyba veled, legyen gyerekünk, az legyen vámpír, az csillogjon a napod. Milyen csillagjegy van most? Rák. Na, a rák egyik. Jó. Oké. És visszajövök. Mit akartál kérni? Hogy megengednéd, hogy... Így... Nem, ez túlságosan írtelen részemről. Így már elkezdted, jobban örülnék, ha elmondanád, hogy mit szeretnél. Úgy tűnik, mérlegeli a pró és a kontra érveket, mert válaszolna. Megengednéd, hogy igyek a véredből? Micsoda, azt hittem, hogy állatok vérét iszod. Igen, de ahogy mondtam, ez sajnos nem elég tápláló a vámpírok számára. Teljesen elgyengültem tőle az évek alatt. Hát... És be kell vallanom, hogy ezek a ruhák fájdalmas emlékeket ébresztenek bennem, ami a küldetésre gondolok, amit kitűztem magamnak Máriával kapcsolatban, és nem tudtam teljesíteni. De érted, hasonlítasz valakire. Próbálod még jobban felmetszeni a saját lelkedet, hogy gyötört magad, és odaadod egy olyan lánynak, aki ráadásul tökre úgy néz ki. Értem, az fáj. Nem tudom. Nagyon félek, de nem akarok neki nemet mondani azok után, amin átment, ráadásul ez csak egy álom, amint nem beszéltetek. Nem tudom megcsinálni, ez csak egy álom, a fájdalom fel fog ébreszteni, én viszont maradni szeretni. Na, megengeded? Ok. Jó van, basszál föl. Ok. Húha, itt pornó folyik.
Dimitri nekinyomott egy öreg falnak, és beletemette az arcát. Mi? Beletemette az arcát a nyakamba, a fájdalom olyan volt, mint egy csípés. Csak nagyobb erejű és hosszabb ideig tartott. Azt hiszem, csak néhány percig szívta a vérem. Sokkal többnek tűnt. Mi az, hogy hát ő tényleg szívja az én véremet? Szeretném, ha velem maradna. Micsoda? Nem tudom, gondolkodnom kell, és... Mi történik? Minden elhomásodik körülöttem, mintha a Blacket hallanám, hogy épp elköszön. De jó van. Gratulálok, befejezem a 2000-es Halloween külön epizód, visszatérhet az eredeti történethez, természetesen megtartott az epizód. Visszatérek a valóság. Igen, írtátok, hogy folytatás. Ha rámegyek a folytatásra, akkor ugyanúgy megcsináltam megint a tesztet, meg ezeket. De ez direkt azért van, hogy többször meg tudja csinálni. De még nem jött ki a 9. epizód, úgyhogy onvonul. Viszont... Nagyon nem írtok rám, hogy szeretnétek, hogyha meghívnálak titeket, hogy ezzel is segítsétek nekem az akciópontok összegyűjtésének szorzatát. Úgyhogy arra szeretnének kérni, hogy aki esetleg még nem regisztrált, mert ugye az is fontos, hogy ne regisztráljunk, hogyha esetleg még nem regisztrált, akkor légy szíves, küldj el az e-mail címet nekem privátba, nem a YouTube alatt, mert azt nem szabad. E-mail címet nem szabad megadni. Szóval, elküldöd nekem az e-mail címet privátba, amint még nem regisztráltál, és én elküldöm neked a meghívót. Amint te regisztrálsz, és megcsinálod az első epizódot. Belekezdesz a második epizódba, de nem muszáj megcsinálni. Ezzel elősegítve nekem, hogy nekem plusz 30 akciópont is, illetve plusz 30 dollár jelen van. És szeretnélek téteket megkérni, drága nőzőim, drága nézőim, hogy én nem tudok akciópontot adni. Én nem tudok átutalni nektek csak úgy akciópontokat. És én is csak azért kérem, hogy ne legyen gondom azzal, hogyha esetleg videót kell megtenni, értetek? Úgyis, hogyha videót kell megtenni, értetek, akkor ne legyen ilyennek gondom. Tudom, ez a 800 is elég lenne, de az a jó, ha minél több van. Mert ha minél több van, akkor annál jobb. És mindenki örül. És én is örülök. Én szeretném ezzel befejezni a videót. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok!